országos fejlesztések valósulnak meg a katolikus Caritas hálózatában. Így Székesfehérváron is fontos lépéshez érkeztünk, egy logisztikai központot fognak itt majd építeni, hétfőn volt ennek az alapkő letétele, ezzel foglalkozunk az Esti Mérlegben, tartsanak velünk! Javul a veszélyeztetett, a krízis helyzetben lévők hátrányainak leküzdését célzó szolgáltatások hatékonysága, minősége, Székesfehérváron épít logisztikai bázist a katolikus Caritas. A hálózatot Európai Uniós forrásból fejlesztik hazánkban. A támogatás összege 650 millió forint. Székesfehérváron itt az albaipari zónában épül fel az a raktárbázis, amely a nyugati országrész logisztikai és koordinációs központja, valamint a helyi és környékbeli szociális feladatellátás és az önkéntesek bázisa lesz. Soltész Miklós államtitkár az országos fejlesztések előzményeiről beszélt az ünnepélyes alapkőletételen. Azoknak, akik ismerik az előtörténetét az összefogásunknak, érdemes kicsit elismételni, amit szeretnék mondani, azoknak is szól, akik persze nem ismerik, hogy miért is vagyunk így együtt, közösen karitatív szervezetek, és mi volt az a korábbi előzmény, ami miatt, vagyis aminek eredményeképpen így össze tudunk fogni, és most megvalósul a katolikus Caritasnak az alapkő letétele itt Székesfehérváron. Körülbelül 9 évvel ezelőtt, amikor kormányozni kezdtünk újra, azt láttuk, hogy a karitatív szervezeteknek a támogatása az teljesen kiürösült a kormány részéről. Ha belegondolunk abba, hogy annak idén az élelmiszerekre és sok minden másra, adományokra kivetettek olyan áfát, aminek következtében a karitatív tevékenység teljesen háttérbe szorult, és ezáltal a direkt segítség az nem érkezett oda. Ezek a rossz döntések, ezek mind-mind hátráltatták karitatív szervezeteknek a munkáját. És ráadásul két katasztrófa is nehezítette az életünket. Az egyik Bodrog melletti nagy, hatalmas nagy árvíz, majd később, nem sokkal később, a nagyon szomorú és nagyon tragikus kolontári iszap katasztrófa, ami egyrészt megmutatta azt, hogy a magyar embereknek a gondolkodásában, mentalitásában, cselekedeteiben ott van a jó szándék, a segítő szándék, de másik oldalról meg azt is tapasztaltuk, hogy nem volt szervezett a támogatás, a gyűjtés, vagy adott esetben az elhelyezése mindezeknek. Már a kolontári katasztrófa során a karitatív szervezeteink sokkal inkább egymásba kapaszkodtak, és fölmérték, hogy kinek mi a feladata, mi az ereje, miben tud segíteni, de hosszú évek kellettek ahhoz, hogy mindezt olyan rendszerbe szervezzük össze, amely egy gyors segítségnyújtást az ország bármelyik részén meg fog tudni tenni. És ezért döntöttünk abban, egyébként akkor még kabinetfőnökömmel, akkor még helyettes államtitkárommal, most pedig államtitkár úrral, illetve közösen a karitatív szervezetek vezetőivel, hogy létrehozunk, elindítunk egy olyan Európai Uniós pályázatot 4,5 milliárd forint összegben, amelyből a karitatív szervezetek hasonló raktárbázisokat, kisebb mértékű beruházásokat tudnak végrehajtani, mind a segítségnyújtás, mind pedig az ápolás-gondozás területén. Szerte az országban mindenhol. És ennek eredményeképpen 6 plusz 3 karitatív szervezet. A 6 nagy, közel 650 millió forintos támogatást nyert, így a katolikus Caritas is püspök úr által elmondott tevékenységet ennyiből tudja megvalósítani, és 3 kisebb karitatív szervezet pedig 200-200 millió forintos támogatásból valósítja meg azokat a terveit, amikre korábban egyáltalán nem volt lehetőség. Így elmondható, hogy az ország 40 helyszínén, vagyis 35 településen, de 35 településen belül 40 helyszínen valósulnak meg ezek a beruházások 4,5 milliárd forintért. Hatalmas nagy lehetőség ez a karitatív szervezetek számára, hatalmas nagy lehetőség arra, hogy ők azt a sok-sok tevékenységet, amit eddig is megvalósítottak, azt a szeretett szolgálataikon keresztül sokkal profibban, sokkal szervezettebben, és az ország szinte minden területét lefedve tudják megvalósítani. Én köszönöm szépen ebben való együttműködésüket, tevékenységüket, és természetesen mindazoknak, akik az uniós pályázatokat kiírták, végrehajtották és megvalósították, tudjuk, hogy nem volt könnyű.
nem akarok túlzottan Brüsszel fele mutogatni, de azért elmondom azt, hogy ilyen jellegű pályázatot senki, egyetlen egy ország sem írt ki, éppen ezért nagyon sok akadályba ütköztünk. Nem is értették, hogy miért van erre szükség. Nem is fogták föl, hogy miért van ennyi karitatív szervezet. És itt a Vöröskereszt vezérigazgatójától én elnézést kérek, de tulajdonképpen a Vöröskereszten kívül szinte mindegyik egyházi karitatív szervezet. Tehát ez is egy kicsit, mintha szálka lett volna a brüsszeli bürokratáknak a szemében, nem értették, hogy mi nekünk miért fontosak a Vöröskereszt mellett a többi egyházi fenntartású karitatív szervezetek. De mégis eljutottunk idáig, és ezt köszönöm szépen annak az összefogásnak eredményeképpen, ami itt Székesfehérváron megvalósult. Hiszen, és itt polgármester úrhoz fordulok, polgármester úr volt az, aki azonnal, amikor jelezte a katolikus karitász, hogy itt szeretne megvalósítani egy raktárbázist, segítségére sietett Magyar Katolikus Karitásznak, támogatta is több mint 20 millió forinttal ennek a teleknek a megvásárlását, és egyben az ipari park vezetőit is arra bíztatta, hogy igenis fontos, hogy nem csak adott esetben gazdasági beruházások épülnek itt, hanem jó szándékú karitatív tevékenység is elindul a parkon keresztül. És köszönöm természetesen Püspök atyának, illetve a karitásznak is azt a kiemelkedő munkát, ami lehetővé tette, hogy ez a hármas összefogás a város, karitatív szervezet és a kormány részéről megvalósuljon. Fülöp Attila államtitkár szerint a beruházás nem csak egy központ létrehozását jelenti, hanem emberi kapcsolatokat és felelősségvállalást is hordoz magában. Az egyházaknak a szociális feladatvállalása az nem újkori jogszabályokon alapszik, hanem évezredes, évszázados működésük, évszázados feladatvállalásuknak a egyenes következménye és eredménye. Sokszor, amikor szociális és gyerekvédelmi területről van szó, és szóba jönnek különböző kifejezések, mint a norma, támogatás, négyzetméter, akkor az egyházi feladatvállalás mögött azért mindig van egy olyan lelkiség, ami túl tud mutatni ezen, és ahol nem csak túlélendő napok azok, amit egy szociális intézményrendszerben el kell tölteni, hanem valós tartalommal és lelkiséggel megtölthető napokká válnak. Köszönet ezért minden karitatív szervezetnek és egyháznak a szociális területen végzett munkájáért. A másik fontos üzenet, amit ki szeretnék emelni, hogy a másokról való gondoskodás, mint ahogy a példa is mutatja, lehet nemzetstratégiai ügy. Nem csak fizikai építkezések valósulnak meg az országban, hanem a közösségi morális építkezés, a közösségi együtttartozás is. A másokért való felelősségvállalás, és az, hogy egy nemzetbe élünk, felelősséggel tartozunk a másikért, azt gondolom, hogy minden karitatív szervezet pontosan ezt a munkát erősíti, és jelenlétével ezt a munkát határozza meg. A harmadik fontos üzenet pedig, hogy a szociális terület lényege az a közösségépítés. Az nem egy bajba jutott ember magánügye, nem is a bajba jutott ember és az államnak a magánügye. Az mindannyiunknak az ügye, mert hogyha itt Fehérváron valakin sikerül segíteni, egy családon van egy gyermeken, akkor más lesz annak a családnak a helyzete, más lesz annak az utcának a képe, más lesz annak a pici közösségnek a helyzete, és egyébként az egész városnak és a nemzetnek az érzete. Azt gondolom, hogy akkor tesszük jól a szociális ügyeinket, ha abban részt tud venni minden közösség, önkormányzat, lakórész, egyház és az állam is természetesen. A központok a katolikus Caritas vészhelyzeti bázisaiként is működnek majd. Ez nagy hatással lehet a hálózat jövőjére. A katolikus Caritas különböző forrásokból próbálja küldetését teljesíteni, odálljon azok mellé, az emberek mellé, családok mellé, akiknek szükségük van a támogatásra, a szeretetre, akik egy ilyen adomány, egy ilyen segítség mellett képesek az életüket rendezni, új lendületet kapni, és tovább haladni az életben. Nagyon nagy gondunk azonban az, hogy amikor katasztrófa helyzet van, amikor különleges helyzetekkel kell megbirkózni, akkor nincsenek közelben megfelelő eszközök, és egyáltalán sokszor hiányoznak azok az eszközök, amelyekkel a munkánkat tudnánk hatékonyabban végezni, akár katasztrófa alkalmával, akár bárhol is. Most egy ilyen raktárt tudunk építeni egy pályázati pénzből, ami nagyon nagy jelentőségű a katolikus Caritas jövőjét illetően.
Itt eszközöket tudunk vásárolni, és azokat itt tárolni, egy nagyon jó helyen az ország közepén, egy olyan helyen, amit autópályáról gyorsan meg lehet közelíteni, és innen tudunk majd segítséget adni hatékonyan és gyorsan és szakszerűen. Az, hogy ez itt megépülhet és ez létrejöhetett, ezt nagyon köszönjük a város segítségét, nagyon köszönjük az ipari parknak a segítségét és a támogatását, ami nélkül ez még nem tudott volna megvalósítani. De a pályázati pénzből, az ő segítségükkel, az ő támogatásukkal ez megvalósulhatott, és remélem, hogy 14 hónapon belül talán ez a raktár itt nagyon szépen meg fog épülni, át tudjuk adni, és tudja majd a küldetését teljesíteni. Szegény emberek, rászoruló emberek javára, és hogyha ne adj Isten, olyan helyzet adódik, szakszerűen is gyorsan, hatékonyan tudunk majd segítséget nyújtani. Ezt a segítségnyújtást pontosan hogyan kell elképzelnünk, és hát kik is azok, akik segítségre szorulhatnak? Legkülönbözőbb helyzetekben kell nekünk az emberek mellé állni. Vannak olyan helyzetek, amikor egy ház leég, és ott kell megfelelő segítséget nyújtani. Jó az, hogy az eszközök, amikben tudunk támogatást adni, azokat itt találjuk. Amikor valami katasztrófa helyzet adódik, egy árvíz, vagy egy szélvihar, vagy valami olyan dolog, ami rendkívüli, fontos, hogy itt tudunk tárolni eszközöket, autókat, gépjárműket, eszközöket, amelyekkel tudunk a segítségükre sietni. Ez mindig probléma volt, hogyha egy ilyen adódott, ahogy az erőinket tudjuk mozgósítani, meg egyáltalán, hogy voltak-e erőink. Most lehetőség nyílik majd arra, hogy legyenek saját erőink, saját eszközeink, amikkel gyorsan, tehát egy-két óra alatt el tudunk jutni innen gyakorlatilag bárhova, és a segítséget meg tudjuk adni. Nem csak ez az egy raktár épül most meg, Pécset lesz egy új intézmény, amelyet elsősorban továbbképzésekre szeretnénk majd használni, egy ilyen régiós továbbképzésre, képzésre, és északon lesz egy másik raktár, ahol szintén a Tisza miatt sok katasztrófa volt az elmúlt időszakokban is, nehéz helyzet, fölkészülve arra, hogyha bármi adódik, minél hamarabb ott legyünk a rászoruló emberek mellett, és tudjuk segíteni őket. A Caritas a város támogatásából vásárolta meg a területet, ahol felépítik a több száz négyzetméteres raktárat. Ezzel a telephellyel hatékonyan el tudják majd látni a rászorulókat. Egy igazi gazdasági térben vagyunk. Ez a gazdasági tér teszi azonban egyrészt lehetővé, hogy a város ezt a 21 millió forintot támogatásként át tudta adni. Itt jön a kölcsönhatás, hiszen ezek a cégek fizetik azt a helyi adót, amit az önkormányzat remélem, hogy inkább jól, mint rosszul elkölt, és fontos, szép célok támogatására biztosít, amilyen ez a mostani. A projekt 2020 áprilisáig valósul meg. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Tartsanak velünk továbbra is, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!